A gyerekek örültek legjobban az ajándéknak, hamar híre ment a dolognak, és azóta mindig van kíváncsiskodó a ketrec előtt. A lényeg az, hogy elvonzuk a gyerekeket a mobiltelefonoktól, a számítógépektől, kihúzzuk őket újból a szabadba, a parkba, itt ugye, mivel ez a voliér egy szép parkban van, a gyerekek játszanak egymás közt, ne pedig a telefonnal, szórakozási lehetőség, azon kívül, hogy szórakozási lehetőség az apró jószág tenyészet, egy nagy felelősség is. Szóval valakinek van valami kisállatja otthon, azt naponta etetni, itatni, takarítani kell. A madárház megépítésének az ötlete az egyesület egyik tagjától származik, aki Angliában látott egy parkban álló madárházat. Lehet Londonba, lehet Szent Mihályon is. És akkor Szent Mihályon megvalósítottunk egy ilyen projektumot, de elég drága volt. Nem gondoltuk, hogy ennyibe fog kerülni, de hála Istennek megcsináltuk. Na mostan itt hullámos papagájok vannak beeresztve, pillanatnyilag 10 pár. A papagájok egy hónapja vannak új helyükön, és már alkalmazkodtak. Még 5 pár számára van hely, de kínai és japán fűrjek is lesznek a madárházban. Van egy merészebb tervük is. Idővel megpróbálják majd egy részüket szabadon engedni. Ugye ez park, vannak örökzöld növényzetek, és hogyha külön ötetők, mert ugye hát a papagájoknak télen kimondottan az a legfontosabb, hogy tudjanak táplálékot találni, hogyha föl lesz állítva melléjük még egy ötető, semmi gond nélkül, sőt, hogyha fákra lesznek föltéve dobozok, fészkek, nevelni is fognak a szabadba, biztos. Szent Mihályon nagy hagyománya van a kisállatok tartásának, utánpótlásból sincsen hiány. Én is tartok papagájokat, még nem, galambokat, igen, pávagalambot, egyelőre meg bácskai postás galambokat. Barátaim is, hogy így mondták, hogy milyen jó, és láttam, hogy mindig szórakoznak, hogy vidámkodnak, hogy mennek kiállításra, és hogy kicsit dolgoznak, hogy szórakoznak, és hát ez volt az, hogy így belépjek. A szeptember végi Szent Mihályi búcsúra remélhetőleg elkészül a másik, kisebb madárház, és sikerül majd felújítani a játszóteret is.